Sziasztok! Hello, hello! Ho, ho, hello! Szóval ez az Édespáros konyhájának legújabb mikulásos adása. Ugyan egy hete pénteken jött már a Mikulás, de hát mi mindig csütörtökön jelentkezünk, úgyhogy mi most tartjuk. Mit fogunk főzni? Valami csirkés, békönös, rizibizis, valamit. Igen, békönös csirkét fogunk főzni egy kis újítással, mert torta formában fogjuk csinálni. És előtted a point. Ó, bocsánat. Akkor békönös csirkét fogunk főzni rizibizivel. Többi majd kiderül, hogy mi is kell a mai ételünkhöz. A rizibizikhez kell nyilván is egy kis olaj, borsó, só és majd víz. A békönös csirkéhez egy kicsit több minden kell. Itt a csirkénk, amit majd fel fogunk kockázni. A szószhoz kell tejföld, tejszín, tojás, só, bors, ugyanúgy kis fűszerek, és majd ahhoz, hogy kibilleljük a titkos dolgot, ahhoz igen, kell a békön. Aha. Hát ennyi lenne. Kezdjünk is bele. Csináljunk borsót! Csináljunk borsót! Megfogjuk a borsót, borsót. Beleöntjük a... ebben. Öntünk rá vizet. Beleraktunk némi vizet a borsóba. Na. Igen. Na, még egy kicsit. Még egy kicsi vizet? Kész, felrakjuk főni a kicsire. Mert az is. Mi jön most? Megfogjuk a nagy bödönt. Ebbe fogok csinálni a rizset. Rizset. A rizsra majd megfogjuk. És akkor keresünk egy bögrét. Mint például ezt megkeressük. Beleöntjük a rizst. Igen. 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 Így van. Ezt beleöntjük ide. Ez egy bögre rizs volt. Háromszor ennyi víz kell, tehát három most? Bögre vízzel. Igen, most. Nem most kell. Most először ide rárakjuk, majd megkeverjük kicsit olajon. Menj, Ádi, kövölj! Hát azért... érzéssel. Ezt az olajat amúgy alulra kellett volna rakni, csak úgy mondom a kedves nézőknek, de na semmi baj. Szívem, elkapcsoltad a tűzhelyet? Nem. Nem kapcsoltam be a tűzhelyet. Így meg fogjuk keverni az olajon. Egy darabig. Addig kell keverni a rizst az olajon, amíg ki nem fehéredik egy kicsit. Ki nem fehérednek kicsit a rizsszemek. Jó. Folyamatosan kevergetem, mert különben leragadnak, és már lehet látni, hogy egy-két rizsszem kifehéredett. Közben kezd bőzölni a borsónk is. Abba kell egy kis só. Só kell a borsóba. Fél kis kanálnyi sót bele kell rakni állítólag ebbe a borsóba. Én ezt meg is teszem. Ha kifehérettek a rizszemek, akkor öntünk rá három bögre vizet. Ugyanannyit, amennyi rizs volt benne. Egy. Vigyázz! Kettő. Három. Így is megtaláljuk, és be kell ízesíteni egy kicsit. Úgyhogy egy kanál vegeta, kis kanál, bocsánat. Illetve még petrezselyemet szoktam belerakni, szárított petrezselyemet. Így, megnézed? Látom. Ja, látom így is. Megkevergetjük. Szuper, ne ragadjon le. Most 6-oson van, annál azért egy kicsit lejjebb veszük, mondjuk 4-esig, és hagyjuk főni. Szóval, megfogjuk a csirkét, kibontjuk először. Megérezem a kést, amit azzal az érezővel, amit a tesótól kaptam, kicsontozom és börtelenítem. Ja, meg felkockázom a csirke mellett. Utálom.
Na, Dani, elmondod, hogy közben a rizsnek meddig kell főnie? Igen, a rizst ezt addig főzött, míg el nem fővi a három... Aha, el nem fő róla a három bögre víz, majdnem teljesen, amit ráraktok. És hogyha elfélt, akkor megmutatjuk, hogy mit csinálunk vele. De az addig nyugodtan ott van, tehát csak néha kell így megkevergetni. A borsó is fő még egyébként, ha erre voltál kíváncsi. Igen. Igen, itt volt a Mikulás nálad, és nem voltam itthon. Nézzétek, elfőtte a rizsa levét, már csak egy nagyon kicsi van. Ilyenkor lekapcsolhatjuk a tűzhelyet, félrevonjuk, teszünk rá fedőt, és hagyjuk puhulni. Ezt a maradék levet, ezt a rizsbe fogja magába szívni. Ezt nem kényszállandik be. Egy kis szerencsétlenkedés. Fedő rá, tűzhely lekapcs. Lekapcsoltuk a tűzhelyet. Hagyjuk puhulni. Igen, csak hátra húzom még előtt. Úgy, fedő rá. Még akár egy konyharuha is. Hagyjuk puhulni. Még keményre. Majd megkóstoljuk később. Három. Szóval, miközben itt a Dávid még csontozza a másik csirke mellett, addig én megcsinálom a csirke mellett a szószt. Megmosom hozzá a tojást. Három tojást mosok meg először. Akkor kell nekünk 2 dl tejszín, ezt beleöntjük a tálba. Ütünk bele 3 egész tojást. Igen? Aha. Üzd! Hóru! Hopp! Még egyszer hopp! Kopp! Üzd, várj, ne sajnál! 1 2 Ízni. Közben kinyitom a tejfát, és most egyelőre még 2 evő, 2 nagy evőkanállal teszek be. Majd meglátjuk még, majd inkább. Összekeverjük a tukit a tálban. Jöjjenek a fűszerek, tehát rezsajon. Ezt csak úgy, hogy érzéssel szórjuk bele. Így. Így, mondjuk így, hát így jó lesz. Kis oregánót is teszünk bele. Origami? Nem origami, oregano! Egy fél kis kanál regetta. Regetta, ugye tesó? Regetta. És egy pici, most. Oké, hát ennyi. Nem, nem ennyi. Ehhez kell még. Egy kicsit tejfa, mert nem elégnek nagyon illet, és semmire szállni sajtot. Jó. De azt majd én reszelek, nem akarom mindig csak kész a hús. Azt pedig be kell sózni és borsozni. Ebben már csak a sajt kell, és ezt fogjuk hozzáönteni a csirkéhez. Reszelek sajtot, hogy ne a Dávidnak kelljen. Köszönöm! Rakunk bele mindenféle hülyeséget, amit a Dani mond. Mit kell bele? Csak sózni, meg borsozni kell, mert a szósz alá raktam mindenféle hülyeséget, amit én mondom. Te azt mondtad, hogy só helyett használjuk bögetát. Nem mindig. Aha. A húsira jobb a só volt. Aha. Aha. Na, egyszer megsóztam, még egy kicsit. Jó, azért ne legyen. Jó, 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 jó. Az is tiszta sósba kell fűszeresni. Te mondtad. Csak egy kicsit. Megborsozzuk. Bors. Ebből körülbelül a 3/4-ét belekeverjük a szószba, és majd még leszelünk hozzá, ami a húsira megy. Összekevered a szószt, én rakom be. Na, úgy látom, hogy a borsó elkészült. Lekapcsoljuk a tűzhelyet, és visszük a borsót, és ráöntjük a szűrőre. Így, jó, meleg. Jó. Megégetted magad? Egy picit. Így néz ki. Meg van már borsozva, és sózva is egyaránt. Hát ennyit tudunk egyelőre. Nem tudom, hogy mi lesz a következő lépés. Itt van
a valami. Szósz. Itt van a szósz. Itt van újra. Itt a szósz, meg itt a hús. Ezeket majd így hopsz, összerakjuk, ugye? Összerakjuk, hogy előbb melegedjen. Nem szabad keverésen, szóval mások felső. És 175 fokra előbb melegítjük. Az utolsó lépések jönnek, összerakjuk a húsit. És még ma. Azaz. Nagyon jó. De jól néz ki. Oké, össze is van keverve. Nem tudom, mi a következő lépés. Köszönöm a figyelmet. Itt a torta formánk, amit kivélelünk baconnál. Ezt csináljátok. Az át, kér, mintha átmérült. Mintha a kör átmérője lenne, csak így teljesen nyomjátok oda a falához, meg mindenhez. Így, ne legyen itt lyuk. Mert az beszakad szívem. Látod? Egy párat meg hagyunk a végére is. Mondjuk, hogy kettőt-kettőt hagyunk már a tetején. Valamennyi szószt is kananazzunk, de főképp a húsi. Hús-hússal. És lehet jobb lenne hoznék egy merő kananat. Aha. Hozok egy merő kananat. Már most nagyon guszta. Kész. Becsomagoljuk, hogy lefázzon. Itt a tél. Lesz. Hát én már meg is éreztem. Hát most már ennyi van. Jó, hát rakjuk rá. Jó, békönös lesz. De egyébként ez az majd az alja. Tudjátok majd, ha megfordítjuk. Ezt nézzétek meg, milyen jól néz ki. Nagyon jó. Na, kinyitjuk, mert úgy lenne rakni egy sütőbe valamit. Na, és akkor ennyi volt. Megsütjük. Meddig sütjük, Dani? 45 perc. Most negyed 12 van délig körülbelül. Délig sütjük. És utána majd kivesszük és folytatjuk. Pontosan. Akkor összekeverhetjük a borsóval, látjátok? Felszívta magába azt a maradék vizet, amit rajta hagytunk. Hozzáöntjük a borsót. Most pedig jön egy igen veszélyes művelet. Itt a forró minden, vigyázzatok vele. Kifajt. Deszka, maszkja, deszka! Megfogjátok, és elvileg meg tudjátok fordítani. Gyorsan kell cselekedni szerintem. Így, megfordítjátok. Ráragadt a bacon kicsit, óvatosan. Megmaradjon az állaga. Hű, jó, oké, ez egyszer. Na! Igazából nagyon rondának tűnik, de... De hát így meg kell sütni, hát így meg jó, hogy ronda rózsaszínen. Mehet vissza a sütőbe. Ugye? Igen, még egy negyed órát legalább sütni kell. Nagyon jó. Ó, hát így már nem is annyira ronda. Nem is csúnya. Na. Íme. Hát én biztos sütnék egy ilyen tortát. Valakinek. Veszük egy tányérra az elkészült békönös csirkemelltortánkat, és így tálaljuk a vendégeknek. Ugyanúgy szereteljük, mint egy tortát. Vágyat. Jó étvágyat. Szóval mi négyen voltunk az édes páros konyhája. Így van. Reméljük tetszett, amit főztünk, és ki fogjátok ti is próbálni. Ne felejtsétek el feliratkozni. És lájkoljátok a videónkat. Mindig. Sziasztok! Hello!